Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hogyan tovább? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Satű számára. Kedves Satű, üdvözöllek téged! Ez a te felvételed, és szeretnéd tudni, hogyan tovább. A párkapcsolat területén és ami az otthonodat illeti. Én az asztrológiával kezdeném, az indiai számítás szerint. Amikor te megszülettél, abban a pillanatban az oroszlán jegye kelt fel a keleti határon. És az azt jelenti, ez a te aszcendentusod, az kihat a külsődre, a fellépésedre, a kisugárzásodra. Az oroszlán jegye felett a nap uralkodik. Tehát a nap hat rád a te személyiségedre. Mivel a nap a központ, ami naprendszerünkben, te vagy a központ, és mások így látnak téged, kell, hogy ebben tisztában légy. Te állsz a középpontban. A te horoszkópodban a Mars bolygó nagyon erős, és ez mutatja a te erődet, tehát amit te tervezel, azt meg tudod valósítani. Megvan hozzá a bátorságod, megvan hozzá az erőd. A Mars bolygó egy jó kapcsolatban áll a holdaddal és Jupiter bolygóval is. Kihat a belső erődre, és Jupiter bolygó segít abban, hogy szerencséd legyen az életben. Mars nem csak a te erődet mutatja, hanem a lelki társadat is, és ez arra utal ez a Jupiter energia, mert ez hat a Mars bolygóra, hogy szerencséd lesz a párkapcsolat területén. Mivel te kérdezted azt, hogyan tovább, mi lesz az otthonoddal, erre utal a négyes életház, és ott van nálad a Skorpión energiája, és Neptun bolygó. A Skorpión energiája utal a megújulásokra, gyakran a félelmekre is, tehát át kell, hogy tedd magad a félelmeken, és fontos a víz eleme, azaz érzésekre utal, mert a Skorpión jegye a víz eleméhez tartozik. Tehát úgy tudod javítani a helyzetedet, ha a belső hangodra odafigyelsz, átteszed magad a félelmeken, és bízol abban, hogy minden jóra fordul. Neptun bolygó itt van a négyes életházban, és Neptun bolygó mutatja az álmaidat, a reményeidet, és ha ebben hiszel, akkor megtarthatod a lakásodat. Neptun bolygó gyakran másképp hat, és csalódásokhoz vezet. Ez nem ettől a bolygótól jön, hanem Neptun bolygó szimbolizálja a fantáziát, az álmokat, mesebeli dolgokat. És ha mások így beszélnek, és mi ezt elhisszük, ha ez valóság, akkor szerencsénk van. Ha ez hazugság, akkor az vezet csalódásokhoz, és erre oda kell, hogy figyelj mindig, ha az otthonodról, a lakásodról van szó. Itt, ezen az életterületen, a négyes életházban, ahol az otthonodról van szó, lesz egy kármikus fordulat, mert 24-től itt mozog Kétú, a lefele mozgó holdcsomó, és ez utal a múltra. Mindaz,
amit te átéltél a korábbi életedben, itt jönnek az emlékek. Az is lehet, hogy valaki visszatér a múltból, lehet, hogy te ezt a férfit a korábbi életedből ismered, és lelki társak vagytok, és ez a férfi biztosít neked egy otthont, egy közös otthont. Ha te hiszel az álmaidban, a reményeidben, ez a Neptun bolygó hatása, akkor ez a kapcsolat és az otthonod, a jövőd mesebeli lesz. Mivel Kétó itt mozog, most a Szkorpión jegyében is kihat az otthonodra, mint mondtam, itt vannak, lesznek kármikus témáid, és ez eltart egy ideig, mert Kétó 2022 tavaszáig itt marad a Szkorpión jegyében, és hat rád. A te horoszkópodban a nap és Merkur bolygó egy úgynevezett konjunkcióban áll. Az azt jelenti, hogy ők találkoztak és együtt hatnak. Te nem tudod elválasztani őket. A napnál gyakran apai témák vannak, és Merkur bolygó szimbolizálja a gyermekkort. A nap és Merkur bolygó, ez az összeköttetés, mert együtt hatnak, a bak jegyében áll a hatos életházban. A hatos életház kihat a munkádra és egészségügyi dolgokra is. Itt ebben a hatos életházban a bak jegyében mozog Szaturnusz bolygó, és kihat a sorsodra, mert Szaturnusz bolygó az a sorsnak a bolygója, és őrzi a kármikus témákat is. Gyakran megleckésztek bennünket, különösen a fiatal években, később segít abban, hogy megtaláljuk a helyünket, a biztonság érzését és az anyagi biztonságot is. Itt lesznek munkahelyi változások. Szaturnusz bolygó hat ez évben és jövőre is, az indiai számítás szerint. Vénusz bolygó mutatja a te nőiességedet, de azt is, hogy mennyire vagy kreatív. Vénusz bolygó a nyilas jegyében van az ötös életházban. Az ötös életház az a gyermekeket mutatja, de a gyermekkori emlékeket is. Visszatérve erre a nap és Merkur kapcsolatra, a bak jegyében nehézségekre utal, ami az apai témákat illeti, a gyermekkorodat illeti. Itt vannak emlékek, könnyek is. A párkapcsolatot a hetes életház mutatja, és ott van nálad a vízöntő jegye. Az indiai számítás szerint ott mozog Neptun bolygó, ugyanúgy, mint ahogy a te születési horoszkópodban kihat az életedre, a párkapcsolat területére és az otthonodra, mivel itt a hetes életházban van ez a Neptun bolygó mozgás, még a következő években is hat, itt Neptun bolygó hatása alatt állsz, és ez mutatja az álmokat. Ha hiszel az álmaidban, hogy ez a lelki társ elérkezik hozzád, akkor az megvalósul. Ha ebben nem hiszel, mert félelmeid vannak, akkor az csalódáshoz vezethet. Tehát hinned kell ebben a belső erőben.
A Vénusz bolygó az mutatja a te nőiességedet, kihat a szerelmi élet területére, és mutatja a kreatív dolgokat. A te horoszkópodban Vénusz bolygó a nyilas jegyében van, az ötös életházban. Az ötös életház mutatja a gyermekeket, a gyermekkori emlékeket. Itt vannak apai témák nálad, mert a nap egy kapcsolatban áll a Merkur bolygóval, egy úgynevezett konjunkcióban. A nap az szimbolizálja az apát, és Merkur bolygó szimbolizálja a gyermekkort. A te horoszkópodban a nap és Merkur bolygó a bak jegyében áll, az utal a nehézségekre és egy szigorú apára, el tudom így képzelni, hogy nem volt könnyű a gyermekkorod. De visszatérve az ötös életházra, ott van nálad a nyilas jegye és Vénusz bolygó, itt is vannak gyermekkori emlékek, vagy a kapcsolat a te gyermekeidhez. A nyilas jegye az mozgást jelent, lehet sport vagy autó, de utal az utazásokra is, külföldi kapcsolatokra. Ez az utazás lehet egy belső út is. A nyilas jegyénél fontos, hogy legyen egy irány, egy elképzelés. Ez a nyíl mutatja a mi galaxiánknak, a mi teljes útunknak a központját. Spirituálisan ez jelenti az álmokat, a vágyakat. És ez az irány, amiben neked hinned kell. Legyenek céljaid, ez fontos, és ezt közli veled. Itt ez a nyilas jegye kihat a nőiességedre, kihat a szerelmi kapcsolatra. Itt ebben az ötös házban nem csak a gyermekek és gyermekkori emlékek vannak, hanem ezt úgy tekintheted, mint a te életed, mint egy színpad, és te játszod itt a főszerepet, mert te állsz a középpontban. A te horoszkópodban van egy Hold-Jupiter opozíción. Az azt jelenti, ezek szemben állnak. A Hold a szűz jegyében, Jupiter bolygó a halak jegyében. Ez olyan, mint egy tükör, itt tükröződik valami. A Hold utal az édesanyádra, és utal az érzelmeidre. És Jupiter bolygó mutatja a te nagyságodat, és a szerencsét is, mert Jupiter bolygó szerencsét hoz. A Hold a szűz jegyében inkább olyan visszahúzódó, olyan igénytelen, és Jupiter bolygó szemben mutatja a gazdagságot, a lelki gazdagságot is, de a vagyont is, és hoz számodra szerencsét. A halak jegye azt jelenti, kell, hogy ebben bízzál, érezd ezt a gazdagságot, meg a belső gazdagságot is, az értékeket. Jupiter bolygó hajlamos arra, hogy eltúloz valamit, és itt, ennél az opozíciónál kell, hogy meglegyen a belső egyensúly. Ne túl sokat, ne túl keveset. És most megtekintjük ezt a jóslást. A jelenlegi helyzetedet itt ez a gyűrű jelenti. Ez utal a házasságodra, a vállásra is, de szerződésekre is. És hogyan tovább, mi vár rád a jövőben, azt mutatja itt ez az út. Amikor te a házasságodat befejezted, és kimondják a vállást, itt van előtted ez a sors út, és itt kivirágzik minden, utal a boldogságra. Melyik területen? A szív utal a szívügyekre,
természetesen a szerelemre, egy boldog párkapcsolatra, de lehet egy hivatás is, mert te szívvel, lélekkel ezen dolgozol. Mindkettőt jelenti. És most megtekintjük azt, mi foglalkoztat téged gondolatban. Itt van egy életút. Ez egészen más, mint itt, ahogy látható, mert ez a hegy mutatja a problémákat. Ezeket most meg kell oldani. Ki segít neked jelen pillanatban, hogy meglegyen a belső nyugalmad, ezt ez a kutya mutatja. Természetesen lehet egy házi állat is kutya vagy cica, de ez a kutya szimbolizálja a barátságokat. A baráti körben lesz valaki, aki segít neked. És mi a terved, mire kell, hogy odafigyelj, ezt itt mutatja a hold. A hold szimbolizálja az anyukádat, és szimbolizálja az érzelmeidet. Nálad most fontos, hogy ne azt nézd a reális dolgokat, vagy a nehézségeket, hanem legyen egy elképzelésed arról, hogy mit szeretnél elérni, egy belső kép, és higgy ebben. Ez adja számodra a belső erőt, ez energia, és ebből az energiából lesz a valóság. Mi az, ami téged bosszant? Milyen nehézségek vannak? Azt mutatja itt ez a kép. Vannak körülötted olyan emberek, akik téged megbántanak, és ez fáj, de ezek lehetnek emlékek is. Mit kellene most tenni, azt mutatja itt ez a kártya. Ez te vagy, téged szimbolizál ez a kép. Te állsz a középpontban, és tedd azt, ami neked jó, ami téged boldogít, hogy másoknak mi a véleménye, azzal most ne foglalkozz. Te állsz itt a középpontban, és a jövődet mutatja itt ez a kártya. Lesznek változások, lesz ez a könnyűség, és amit te tervezel, amiről te álmodozol, az megvalósul. Hinni kell ebben. Én most megkérdezem az ingát, van egy boldog jövőd? Igen, nem, vagy talán. Ha az inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, igen, itt lesz egy boldog jövő számodra. Ha az inga balra fordul ki, akkor ez minden olyan sikertelen. Ha az inga megáll, akkor úgy megállnak az események, és nem lehet tudni, hogyan tovább. A válasz, igen, lesz számodra egy boldog életút. Kedves Satű, itt tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!